Ez a sportkonferencia megnyitója Pécsi Cserepka iskolában októberben. A sorban már a 7. ilyen eseményt rendezték. Idén 60 előadót hallhattak a résztvevők élőben és online. A sporttudomány fontos terület, ma már nélkülözhetetlen, nem csak az élsportban, hanem a tömegsportban is, mondja az egészségtudományi kar dékánja. Bár gyakran halljuk, hogy a sporthoz mindenki ért. Sporttudományról a mai nap már szinte mindenki beszél, talán érezhetjük is azt, hogy a sporthoz mindenki ért, a labdarúgáshoz meg talán főleg, de ez nem így van. Azt gondolom, a sporttudomány kinőtte magát, önálló szaknyelvvel rendelkezik, önálló disziplina, és ehhez, hogy ezt meg tudjuk ismertetni, ehhez pedig kell, hogy azok a művelők, akik ezt tudományos szinten tudják művelni, tudományos kérdéseket tudnak feltenni, tudományos kutatásokkal tudják alátámasztani, vagy éppen megcáfolni azokat a hipotéziseket, fontos, hogy minél nagyobb körben meg tudjanak jelenni. A teljesítmény mérésének, az adatok gyűjtésének és értékelésének ma már olyan eredményei vannak, ami kihat a napi edzés munkára is. Az, hogy mai világban már elfogadják az edzők, az, hogy a rehabilitációnak, a pihenésnek is milyen fontos szerepe van, ez talán a sporttudománynak is köszönhető. Vagy illetőleg azt is el tudjuk mondani, hogy a sportoló az akkor is fejlődik, amikor pihen. Azt gondolom ez a nézet, illetőleg ezek a tudományos eredmények nagyon sokszor csak akkor tudnak bevésődni a gyakorló emberek fejébe, hogyha ezt többször elmondjuk, és hogyha ezt bizonyítékokon alapul. Az eredmények ismertetése, a tudás megosztása, ez növeli és teszi még fontosabbá ezt a tudományágat. Ezért is tartanak konferenciát már évek óta Pécsi Cserepka iskolával közösen. Most már azt mondhatom, hogy az együttműködésüknek ez a sporttudományi konferencia, ez már csak ez egyik szegmense, de nagyon sok kutatásban veszünk részt, ami tényleg a személyes sikra, de inkább ilyen szakmai sikra is tereli ezt az együttműködést. Ami miatt nekünk fontos, az az, hogy nem csak ezt a tudásmegosztást támogatjuk, hanem amit kezdetektől fogva az iskola alakulásától fogva mondunk a diákjainknak is, hogy nem lehet egy pályán játszani, tehát nem elég csak a sportkarrierüket építeni, hanem igenis a tanulni is kell. Tehát ezért van az, hogy mindig azt mondjuk, hogy a kettős karrier, és hogy alapvetően ez egy sportiskola, tehát az iskolát hangsúlyozunk, nem csak a sportot. Volt diákjaik példája is ezt bizonyítja, akik más országokban jól tanulnak, illetve teljesítenek. Egyesült Államokban tanulnak kosárlabdázó gyerekeink, vízilabdázó, teniszező, Spanyolországban van kosárlabdázó fiatalember, aki nálunk érettségizett. Tehát azt gondolom, hogy tényleg azért jó, mert láthatóvá teszi a diákok számára az, hogy sport és tudomány az elválaszthatatlan. Jelenleg 543 diák jár a Cserepka iskolába. Az átlag tanulmányi eredmény 4,43%. Az iskolában nincs lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló, mondta az intézmény vezetője.